Színes programokkal várta a két tornyú lakiakat július 14-én a falunapi rendezvény, amely reggel 7 órakor zenés ébresztővel kezdődött, és éjszakában nyúló bállal ért véget. A kettő között gyermekprogramok, sportversenyek, kulturális és szórakoztató műsorok várták a helyieket és vendégeiket. Összejövünk, beszélgetünk, jól érezzük magunkat. A falunap fontos a település összetartó erejének erősítésében, mondta a két tornyú laki falunapra kilátogató több száz embert figyelve Máté István, a városrész önkormányzati képviselője. Én úgy gondolom, hogy jó kis programokkal délelőtt elszorakoztak, sportos délelőtt volt, mellette légvártól egyéb dolog minden rendelkezésre a gyerekeknek. Tehát az összetartó erőt emelném én ki, ami egy faluba szerepköre van neki nagyon. Tehát összeülünk, elbeszélgetünk. Ez egy év úgyis ritkán fordul elő, és én ennek örülök, hogy most már lakon sokatszor van falunap szintén. Elrendeltük már pár éve, hogy azfelé próbálunk menni, hogy lehetőleg a helyi gyermekek, felnőttek szerepeljenek, mert itt valójában zömmel erre kíváncsiak a lakók, a szülők, a nagymamák, és azért jön ki a műsorokra, mert a kisgyermeke, az unokája, a gyermeke szerepel neki, és ennek egy összetartó ereje van szintén. A helyieknek nem csak a színpadi produkciókban volt szerepe, nekik szóltak a délelőtti sportos játékos programok, és a szervezésből, a rendezvény lebonyolításából is kivették részüket. A sportkörre nagyon tudunk támaszkodni, a sportkörre, meg azon kívül azon emberek, akik nem a sportkör tagjai, de itt rendszeresen főznek, csinálják az ételt, szerveznek. Bizony már évek óta én is számíthatok. Most mondom, hogy 30 vagy 40 ember, de ebből ugye van keményen dolgozó, többet felvállaló, de mindenki oda teszi a részét. Lakosság meg azzal teszi oda a részét, hogy részvez és elfogadja a meghívásunkat, mert ezt valójában azért csináljuk. A közel 500 lelkes település lakóit már kora reggeltől programok várták. Kezdtük először is reggel 7 órakor a zenés ébresztővel, ami most már 4 éve működik, vidám dalokat énekelve. Nagyon-nagyon jól szokott sikerülni, úgy, mint az idén is jól sikerült, megvendégelnek bennünket az utcán, megnéznek bennünket. Nagyon örültünk neki, és nagyon köszönjük mindenkinek. A délelőtt is nagyon színes volt, hát ugye két tornyulaknak van labdarúgó csapata, tehát működik a sportkör is. Annak keretén belül van a bozsikos, mi csak úgy hívjuk, hogy a bozsikos kisgyerekek, akikhez eljöttek a nyárádi kisgyerekek, és lejátszottak egy nagyon jó kis mérkőzést. Utána játszottak a körmérkőzésbe, kispályás labdarúgásba a fiatalok. 11-es rugó versenyünk volt, akkor volt a teke, ott vegyesen részt vettek fiúk, lányok, asszonyok, férfiak, mindenki. És közben meg az asszonyok, a két tonyulaki asszonyok, csipet csapattagok, ők meg elkezdték főzni a tevédet, vagyis a vacsorát. A gyerekeket pedig mindemellett légvár és különböző játékos foglalkozások várták. A délutáni színpadi műsorra megtelt a rendezvénysátor érdeklődőkkel. A fellépők között szerepelt a Kemenes Hölgyészi Lesz Vigasz férfi kórus, a Tapolcafői Forrás Népdalkör, Gyurom Natália és a Takácsi Musical Stúdió. A műsor nagy részét azonban a helyiek adták, s óriási sikert arattak. Prevics József és barátai például latin és modern táncokat mutattak be. A faluból vagyunk egy jó páran, egy páran persze pápáról is besegítettek, mert nem lettünk volna elegen, de javarészt baráti társaság, igen, aki most így. Nagyon színes repertoárt láthattunk, mi mindent tudnak, milyen táncokat tanultak. Hát most kimondottan szalsza volt az első, akkor láthattunk egy csacsát, egy rumbát, egy jive-ot, és ugye egy zumba, ami egy ilyen kicsit sportosabb változata a táncoknak. A ritmusos dallamokra előadott táncokat tapssal fogadta a közönség, épp úgy, mint a táncosokat követő két tornyú laki csipet csapat műsorát. A mára már 40 tagot számláló helyi közösségnek a kicsi gyerekek épp úgy tagjai, mint a meglett felnőttek. Csipetni csapatunk sok mindenre képes, megcsinálunk mindent, akármilyen rémes. Verset mondunk, énekelünk, táncot jár a lábunk, focizni is tudunk, még a kapuba is beletalálunk. A szüleinkkel együtt kitartóak vagyunk, esküvel fogadtuk, hogy együtt maradunk.
Ezzel a Csipet csapatot bemutató verssel kezdődött a közösségi házon belül működő csoport műsora, aztán mese, szavalat, tánc és vidám bohózat követte egymást. Ahogyan a Zsófika elmondta a versébe, mindent megcsinálunk, mindent, ha rémes, ha nem rémes, mi megcsinálunk. Fociznak a gyerekek, szerepet tanulnak, énekelnek, táncolnak, hip-hop táncosaink vannak a Csipet csapatban, szóval nagyon sok minden, nagyon sok oldali és vidám csapat vagyunk. A színes műsorszámokat a délelőtti sportversenyek eredményhirdetése követte, melyen dr. Áldozó Tamás polgármester köszöntötte a városrész lakóit. Beszédében elismeréssel szólt a programról és a színpadi produkciókról, és jó szórakozást kívánt az este további részéhez. Azt kívánom, hogy érezzék is magukat nagyon jól, ne felejtsék el azt, hogy ezt a rendezvényt is jövőre is meg kell rendezni, hiszen nagyon fontos közösségképző ereje van. Nagyon sokan itt tudják megmutatni a tudásukat, azt, amit egész évben tanultak, gyakoroltak önöknek, hozzátartozóknak, utcabelieknek, falubelieknek. Támogatást azt egészen biztosan meg fogják hozzá kapni, hiszen valamennyünknek közös érdeke az, hogy itt két tornyulakon is szép rendezvények legyenek, egymásra találjanak a szomszédok. Az eredményhirdetésen a női foci kategóriában a nagy HP, a férfi foci kategóriában pedig a szenior elnevezésű csapat vehette át a győztesnek járó jutalmat. A tekeversenyt a nőknél Stumpfné Bea, a férfiaknál Tóth Tibor nyerte. A 11-es rúgó bajnokságon Stumpfné Bea, Inzsöl Dániel, a gyermek kategóriában pedig Cupper Réka lett az első. A sulinkban vannak ilyen sportágak, ugye lányfoci meg sok minden, és én már nyertem aranyt, ezüst és bronzot is, és úgy gondoltam, hogy mert ugye ott kapus voltam mindig, és úgy gondoltam, hogy megpróbálok most rúgni is. Mi mindent láttál itt a falunapi programon, mióta vagy itt? Reggel ugye volt az a 7 órás ébresztő, és én velük mentem, ugye Tom voltunk meg minden, énekeltünk, kiabáltunk, aztán akkor ugye visszakísértem őket ide, de én ugye hazamentem, mert ugye otthon én csináltam az ebédet. De még visszajöttem úgy 11 óra körül, ugye kipróbáltam a tekét a kocsmában, és utána átjöttem ide, hogy itt segítsek, hogy besegítsek a főzésbe, csináltak ilyen valami forgószeres, tudja, még forog, fújja a szél. Abba is segítettem, és utána pedig beálltam focizni, mert ugye kevesen voltak. Hogy érezted magad? Nagyon jól éreztem magam. A falu lakóinak Rékához hasonlóan elnyerte tetszését az idei rendezvény is, amit ízletes vacsorával és hajnalig tartó bállal zártak. Barokk tábor turnusai zajlanak egész nyáron a pápai Eszterházi kastélyban. A gyerekeket reggel 8 órától délután 4 óráig várják a kiállítóhelyen, ahol olyan tartalmas programokat kínálnak számukra, mint például a fegyvertörténeti bemutató vagy a barokk öltözködésről szóló előadás. Egy-egy turnusban 15-20 gyermek vesz részt. Barokk tábor már tavaly nyáron is volt az Eszterházi kastélyban, a sikerre való tekintettel az idei vakációra is megszervezték a gyerekek tartalmas felügyeletét biztosító programot. A tábor azonban egy kicsit másként valósul meg idén. Volt egy olyan gondolat, hogy kiajánljuk iskoláknak a heteket, és tulajdonképpen az iskola végétől kezdve egészen augusztus 20-áig szeretnénk ezt a tábort megszervezni. A Tarci iskolával indítottunk, aztán a Pápa Kovácsi általános iskola, a katolikus általános iskola, és az Erkel iskolásoknak volt egy jutalom tábor azoknak a gyerekeknek, akik részt vettek a barokk roadshow-ba. A barokk korhoz és a kastély történetéhez kapcsolódik szinte valamennyi program, amelyet a gyerekek számára biztosítanak a táborban. Sok olyan játékkal is megismerkedhetnek itt az iskolások, melyek az idők során sajnos feledésbe merültek. Régi korok játékai többek között a 17.-18. században, mivel játszottak a gyerekek, méghozzá gólyaláb, aztán a karikázás, aztán a métázás, valamint a szembekötősdi. Ezek egyébként teljesen egyszerű dolgok, még ma is lehet ezeket játszani, vagy hát játszák a gyerekek, de úgy látom egyébként, hogy egyre kevésbé foglalkoznak ilyennel. De itt a táborban nagyon szeretik, újra felfedezik
Aztán a Játék a kastélyban elnevezésű múzeumpedagógiai foglalkozás, amikor egy tárlatvezetés után a gyerekek feladatokat oldanak meg. Van olyan, amikor leülnek és gondolkodnak, van olyan, amikor mozgásos, tehát meg kell keresni részleteket a kastélyon különböző fotók alapján. Aztán van olyan, hogy hét próba, ami a lovagi kort idézi, és mindenféle feladatot hajtanak végre, többek között a vízhordás, a petrendszer út kitartás, a rönkhajítás, a lovaglás, rókavadászat. Egyébként ez a rókavadászat amúgy is van, hogyha úgy látjuk, hogy elővégzünk a feladatokkal, vagy a kézműves foglalkozással, akkor színes háromszögeket rejtünk el a várkert bizonyos területén, és azt meg kell keresni. Dráma játékokat is próbálunk becsempészni ebbe az egy hétbe, ami tulajdonképpen nagyon jó közösség, kovácsoló dolog. Azt is nagyon élvezték a gyerekek. Az erkeleseknél volt az, hogy egy kimitudót is szerveztünk, ugye a természetükből adódóan, meg hát ahova járnak, tehát mint zenei általános iskola, a gyerekeknek igénye volt erre, és énekeltek és táncoltak, verset mondtak, volt pantomim, bűvész, mutatvány, úgyhogy nagyon kreatívak és nagyon tehetségesek ezek a gyerekek. És azt mondták, hogy ez volt a legjobb. De nagyon tetszett nekik a hét próba, tetszett a játék a kastélyban, a régi korok játékai, úgyhogy igazán nem is tudnak kiválasztani semmi olyat, ami kiemelkedő lenne. Ami még érdekesség, hogy látogatjuk a templomokat is természetesen, és két templomlátogatás van. Az egyik a nagy templom és a bencés templom, a másik pedig egy újdonság, a ferences templomot is megmutatja nekünk Balázs atya a kolostorral együtt. Azon túl, hogy ugye a gyerekek értelmes napközbeni elfoglaltságot kapnak itt a kastélyban, illetve megismerik a barokkort, annak jellegzetességeivel együtt, milyen más hozadéka lehet annak, hogy a gyerekek ide járnak? Létrehoztuk az Eszterházi Cimborák nevű klubot, és tulajdonképpen annak a toborzása is folyik így a gyerekek között. Ugye bárki jelentkezhet, meg hát talán, mint ami ennek az Eszterházi Cimborák klubnak a szlogenje, hogy kis lokálpatriotizmusra való nevelés, tehát nem csak a kastély történetével, hanem a város történetével is megismerkednek a gyerekek. A másik meg, hogy a gyerekeken keresztül megpróbáljuk a szülőket is megérinteni, hogy hát ők is jöjjenek rendezvényekre a kastélyban, ne csak a gyerekek. Mert ugye nem csak a barokk tábor van, hanem lesz a felnőtteknek is program. Igaz, ebbe az évben nem olyan gazdag programmal álltunk elő, mint a tavalyi évben, viszont most a táborunk van, most inkább a gyerekek felé fordultunk. Hány gyerek vesz részt egy-egy turnusban, és körülbelül az nyár végére hány gyereket fognak itt foglalkoztatni napközis tábor jelleggel? Hát 15 fő a minimum, és hát most ott tartunk egyelőre, hogy az iskoláknak a kiajánlott táborai zajlanak. Most úgy néz ki, hogy a meghirdetett táborainkból, ami július 23-ától indul, kettő fog betelleni, méghozzá a július 30-ai hét, valamint az augusztus 6-ai hét, de természetesen várjuk a jelentkezéseket. Forgatásunk idején éppen kézműves tevékenységben vettek részt a gyerekek, majd Fekete Gábor, a Türgimnázium pedagógusa tartott számukra érdekes bemutatót a fegyverekkel és azok történetével kapcsolatban. Másik irányba hajlik. Na nézzük a részeit. Van egy markolat. A Pápai Református Kollégium gimnáziumában és művészeti szakközépiskolájában már két évfolyamon zártak sikeres tanévet a művészetis osztályok. A képzés kötelező eleme még, hogy nyáron egy egyhetes szakmai gyakorlaton vegyenek részt a táncosok és a képzőművészetis növendékek egyaránt. A grafikusok és a festészetet tanuló diákok kiállítással zárták a bentlakásos tábort. Mint ahogy a tanév során, a táborban is külön dolgoztak a festészet tanszakosok és külön a grafikusok. És mivel már egyre több a képzőművészet is diák, újabb tantermet vehettek birtokba a növendékek. A grafikusok kaptak egy új helyet, ők már itt dolgoztak az egyhetes szakmai gyakorlat során. Itt az épület tengelyében, a második emeleten egy közepes méretű szobát alakítottunk át grafikai műhelyé. Ennek jegyében az öreg parkettát csiszolták, lakkozták, nagy mosogatók, tehát ilyen ipari méretű mosogatók lettek elhelyezve, hogy a
majdani savazás és egyéb ilyen vegyszerhasználathoz is kellő méretek és mennyiség álljon rendelkezésre. Kicserélték a világítást modern 21. századi megoldásokkal, kislámpáknak előkészítve a hely, és hát a bútorzat is. Részben a régi, mert ezek ilyen igazi békebeli nagy belső terű fából készült bútorok, meg szépek is, tehát ezeket is részben meghagytuk, illetve új bútorokkal rendeztük. Présgépek kerülnek be, vésnökasztal és hasonló technikai megoldások, és ezzel egy olyan 10 fős csoport tud nagyjából kényelmesen dolgozni egy időszakban. A festészet és a grafika tanszakon is sokat fejlődtek a növendékek, hangsúlyozta Kerpel Péter tagozatvezető, aki azt is elmondta, hogy a táborban olyan technikákat alkalmaztak a diákok, melyek időigényesek. Grafikusok olyan monotípiákat készítettek, amelyek saváló lemezre előfestéssel készülnek, tehát nem ez a gyors módszer. Olyan is készült, hogy festékes felületre tettek papírt és arra rajzoltak, de inkább ez a mívesebb, igényesebb, izgalmasabb megoldást alkalmazták. Majd látni lehet, hogy milyen szép színes munkák születtek ezzel a technikával. Akkor a monotípia mellett a fametszés is már évközben is szerepet kapott, most volt, aki befejezte, és így elkészültek a eddig hiányzó fametszete, illetve linómetszés. És ezeket a legösszetettebb módon, tehát akár többszörös nyomással, több színnel alkalmazva oldják meg a gyerekek itt a grafikai csoportban. Miért épp a grafikát választottad, amikor ide jöttél? Hát elsősorban már nem vártam bevállalni a festészetet, nekem az egy kicsikét nehezebb, úgy gondoltam, abban soha nem voltam jó, különösebben a festészetben. De aztán az első évben végül is megkedveltem, mert én már 10-es vagyok. Viszont még akkor is féltem tőle, úgyhogy maradtam a grafikánál. És azt kaptad itt az iskolában, amire számítottál? Tehát hogy érzed, hogy fejlődsz? Szerintem elég jól fejlődünk, igen, és mindenki szerintem azt csinálja, ami kedvére való, tehát témákban is, és technikákban is. A festészet tanszakon szekkót, illetve freskót készítettek a diákok, egyelőre kisebb méretben, hisz ez volt az első ilyen feladat. A szekkó és a freskó technika az egy kifejezetten falfestő technika, bár itt most nem a falra készültek ezek a képek, hanem gipszkartonra, de hasonló technológiával. Így a köznyelvben mindenképpen egy ilyen nagyméretű alkotás, bár ez nem a mérettől függ. A szekkó az egy olyan falfestő eljárás, ahol kötőanyagot használunk. A kötőanyag az nekünk jelen esetben a kazein volt, ez mész és túró 5-1-es keverékéből áll össze vízzel hígítva. Ez a kötőanyag, ez rögzíti a pigmentet a vakolathoz. Most a freskó, ott a kötőanyag lényegében nincsen, hogy így mondjam, hanem vizet használunk, tehát vízzel fest tulajdonképpen, és egyfajta mészpáncél képződik a kép felületén. Azt is mondhatnám, hogy mészkővé válik a festmény, kővé válik a kép. És ezért ez a legtartósabb és talán a legcsodálatosabb festőtechnika. És hát ezt, tehát nem a mérettől számít, mert ugye ezek a képek se, amiket látunk, ezek se túl nagy méretűek, de ezekkel a technikákkal készültek. Ezeket a most megismert módszereket egyébként nagyon ritkán alkalmazzák ma már, mert időt és minőségi anyagot igényelnek. A freskó esetében mosott folyami homok, az ideális az lenne, ha az oltott mész az 10 éve egy verembe állna. Most a mai viszonyok között, ahol minden késztermék, meglehetősen nehéz beszerezni ezeket az alapanyagokat. Vagy például a barokkorban a legfelső réteg vakolatrétegben ott márványport használnak. Ma per pillanat Magyarországon márványport a kereskedelembe nem lehet kapni. A növendékek választhattak, hogy mit vagy kit örökítenek meg a freskón. Korabeli freskókat és szekókat dolgoztunk fel, vagy pedig választhattak olyan témát is, ami nem ehhez kötődött, hanem például a balatoni legendák, a Tihanyi Ekó, vagy a Badacsonyi Hableány történetéből megidézett nagyon apró kicsi részleteket, amivel szintén későbbi terveink, álmaink vannak.
lehetett választani, tehát nagyjából ez a szabadság, ez megvolt. Én hát az ókort nagyon szeretem, az antik világot, és akkor inkább maradtam, ami lehetett, azt választottam, úgyhogy tartottam magam ennél az úton. Mi az, amit most készítesz ki ő? Hát egy római, egy pompei falfestmény, pedig egy költőnő, aki úgy tartják, hogy ő Szaffó. A szakmai héten 22 diák vett részt, munkájukat 5 pedagógus, Vámos Sándor, Nikolaus Krisztián, Pesei Petra, Kerpel Péter és Boros Zita segítette. A növendékek választották ki a Tánclánc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény idei erdélyi táborának helyszínét. A Rügyecskék csoport tagjai a Kolozsvárhoz közeli válaszútközség mellett döntöttek. Itt autentikus környezetben ismerkedhettek a népzenei és néptáncos hagyományokkal. A mezőségi népzene és néptánc táborra a növendékek hívták fel Müller Anita figyelmét, és ő örömmel fogadta a Rügyecske csoport kezdeményezését. Ők talán hallomásból is, de tudták, hogy minden csoportot megpróbálunk legalább egyszer kijuttatni Erdély ország szívébe, valamelyik tájegység táncait helyben adatközlőktől tanuljuk ilyenkor, és hát ők jelezték. Megnéztük, szülői értekezletet hívtunk össze, és próbáltuk meggyőzni a szülőket, hogy ez egy nagyon fontos dolog, nagyon jó kis tábor. Az Erdélybe tartó buszra nem csak táncosok ültek fel, Müller Anita zenészeket is hívott a táborba. Mivel ebben a táborban nem csak néptáncot tanítottak, hanem népzenét is, ezért Kovács Gyöngyit is megkerestem, hogy esetleg lenne kedvük kijönni velünk, és a zenei alapokat is elsajátítani adatközlő zenészektől. És nagy örömmel fogadták, és ők is kijöttek velünk. 4 jöttek zenészek, és 14 táncos kisgyerekünk jött, és néhány szülő, illetve néhány felnőtt kísérő is jött velünk. A Kolozsvárhoz közeli településen több mint 100 táncos ropta a táborban. A pápaiak mellett erdélyi gyerekek is táncoltak, akik főként pályázaton nyerték, vagy jutalmul kapták a táborban való részvételt. Délelőtt egy 3 órás táncfoglalkozás plusz egy 1 órás népi ének tanítás, akkor ebédidő, egy kis csendes pihenő, és 4 órától újra 2 órás foglalkozás, 1 órás népi ének tanítás. És este 7 órakor a vacsora után kezdődött a táncház. És ez így ment nap, mint nap. Amitől nagyon különleges volt ez a tábor, ez főleg nekünk jelentett nagyon sokat idősebbeknek, akik már tudtuk, hogy kik azok, akik tanítanak, hiszen olyan neves szakemberektől tanulhattunk néptáncot, akik az országos szakmai listán is bizony az első helyeken szerepelnek. És érdekes módon ugye 2 fajta táncot lehetett tanulni, mezőségit, illetve kalotaszegi táncokat tanítottak ebben a táborban. Mi a mezőségi tánctanítást választottuk, nagyon magas szinten tanították a gyerekeket, nagyon megterhelő volt, és nagyon büszke vagyok a gyerekeinkre, mert nagyon megdicsérték őket, hiszen a legnehezebb csapásolásos motívumoktól elkezdve a lányok forgástechnikáin át mindent nagyon szépen valósítottak meg. Ami külön ajándék volt a táborban, az az, hogy élő zenére gyakoroltak a fiatalok. Egy magyarországi tánccsoport legnagyobb álma és egy utopisztikus álom az, hogy élő zenére tudjon próbálni. Ugye mi is, amikor szereplésekre vagyunk hivatalosak, akkor általában megfogadunk zenészeket, nincsen saját zenekarunk. Kovács Gyöngyinek hála, remélhetőleg ez már orvosolásra kerül ez a probléma, és kinőnek azok a gyerekek, akikkel ezt majd meg tudjuk valósítani. De ez még tényleg egy nagyon nagy vágyálom, és ez általánosan elterjedt az országban, hogy nincs ilyen lehetőség, hogy a profi együttesek kivételével, hogy élő zenére próbáljunk, és mi minden egyes percét a próbánknak, illetve hát az énektanításnak is élő zenével végeztük, és ráadásul nem csak, hogy élő zenével, hanem a jelenleg ma élő legnevesebb zenekarok dolgoztak velünk, ez a mezőségi Báréi Banda,
Kis Csipással, ugye ők egy nagy neves zenész dinasztia, Kis Csipással az élet, illetve a Kalotaszegi banda, akik pedig a Kodoba familiának a sarjai, tehát hát egy tejjelmézzel folyó Kánoánba érkeztünk itt válaszúton, és ugyanígy a harmadik zenekar pedig az énektanításunkat kísérte le. A táborozók egész nap táncoltak, autentikus környezetben neves néptáncosoktól, zenészektől tanulhattak, velük gyakorolhattak. A tábort Kallós Zoltán, Kossuth díjas erdélyi néprajzkutató és népzenegyűjtő vezette. Az ő nevéhez fűződik Erdély legnagyobb néprajzi magángyűjteménye, ezt is megnézték a pápaiak. A feszített tempójú táborba a tánc mellett azért némi kirándulás is belefért. Jártak a pápaiak a Tordai Sóbarlangban, és székre is ellátogattak. Ezzel a csoporttal mi már tanultunk széki táncokat, és szinte kikövetelték a gyerekek, hogy nézzük meg, ugyanis rengeteg elméleti anyag birtokában is voltak erről a községről, a három részre tagolt falu, illetve hát a szokások, a szokáskultúra, és hát elmentünk, nem volt olyan messze. Egy csodálatos kis faluházat tekintettünk meg annak a teljes felszereltségével, a jellegzetes kék oldalú házakkal. Hát csodálatos volt még látni, hogy a mai napig is viseletbe felpukkannak asszonyok templomba menet. Pont úgy értünk oda, hogy templomba induló perceket éltünk át, és hát fantasztikus élmény volt. Az egyhetes tábort gála műsor zárta. A gálán aztán bemutattunk egy kis dunántúli táncot is, egy kis rábaközivel kedveskedtünk a vendéglátóinknak, ugyanis kérték és igényelték, hogy mutassunk valami hazait is, tehát kis Magyarországit, úgyhogy eltáncoltuk a rábaközi koreográfiánkat, és hát nyilván a profi zenészeknek köszönhetően, akik körülbelül negyed óra alatt elsajátították a koreográfia dallamait és sorozatát, élőzenével kísérték le ezt is. Müller Anita büszkén mondta el, hogy a táborzáró gálán a pápaiakat a haladó csoportba sorolták a táborvezetők. A magyar gencsi és kemenes hölgyészi vadászok alkotta Hertelendi Környezet és Természetvédelmi Közhasznú Egyesület minden nyáron szervez egy családi napot, melyre a vadásztársakat és családtagjaikat várják. A társaság vadászházában tartott programon hagyományosan garantált a kellemes környezet, a jó hangulat és a kiváló ételek, italok sora. Az idei családi nap, amelyet július 7-én tartottak, különleges volt, hiszen a szórakoztató programok mellett ünnepélyes ceremónián kopjafát és harangot szentelt a társaság. A Magyar Gencsi és Kemenes Hölgyészi Vadásztársaság hivatalos nevén Hertelendi Környezet és Természetvédelmi Közhasznú Egyesület 2006-ban alakult, és jelenleg 19 főt számlál. A társaság közel 5000 hektáron folytat vadgazdálkodást. Vadászházuk a Magyar Gencs melletti, egykor önálló település, Hertelendi Újhely iskola épülete. És bár a vadászat a fő tevékenysége a társaságnak, a hagyományőrzés és a környezetvédelem is nagyon fontos a tagok számára. Társaságunk amellett, hogy vadgazdálkodással foglalkozik, talán második legjelentősebb neki a hagyományok ápolása. Mindahogyan itt a ismeretteljesztő táblán is lehet látni, vagy annak a túloldalán, Hertelendi Újhelyen, ez egy iskolának épült, 1938-ban épült, és azóta többféle funkciót is betöltött, visszakerült ide hozzánk, és azt mondom, mivel ez a település szinte teljesen kihalt, mi vagyunk azok, akik lelket lehelünk bele, ápoljuk a hagyományait, összeszedjük a régi történeteket, tehát társaságunk a múlttal is foglalkozik, mivel tudjuk, a múlt nélkül jövő nincsen. A vadásztársaság a környezetvédelemre is nagy gondot fordít. Részt vesznek a településen szervezett szemétszedési akciókban, és gondosan ügyelnek a vadászterület környezetének megóvására.
A családi nap ötlete néhány évvel ezelőtt merült fel, s azóta minden év nyarán megszervezik a vadászházban. Mivel a vadásztársaságunk is teljesen családias jellegű, nálunk nem jellemzőek a viták, veszekedések, mindahogyan ez látszik is, hogy fejlődni vagyunk képesek, és ebből gondoltuk, hogy családi napot tartunk, hogy legyenek itt a vadászainknak feleségei, gyerekei, unokái, akik egész kicsi korban ebbe már nőjenek bele, és hogyha már majd mi nem leszünk, és ezt a területet ugyanígy, vagy még jobban átadjuk nekik, akkor legyen folytatás. Mai nap akkor nem konkrétan a vadászatról szól, de bizonyára a vadászat az asztaloknál, a fehér asztal mellett meg fog jelenni. Beszélgetnek ilyenkor a vadászok a élményeikről? Ez így van, azok mindig beszélgetnek a vadászok, mindig a sikereiket mondják el, a kudarcaikat nem nagyon, de azért az elsősorban a családé, tehát a gyerekekkel a főfoglalatosság, az unokákkal, de azért amellett szóba jön a vadászat, és mivel ez szinte állandó téma, ki mit lőtt, mi volt a sikere. Természetesen mi vadászaink sose hibáznak, mivel azt nem mesélik el nekünk. Ez a rendezvény egyébként valamiféle kiengesztelése is az asszonyoknak, gyerekeknek, akiknek nélkülözniük kell gyakran a vadász embereket, amikor az estéket, éjszakákat vagy a hajnalokat kint töltik a területen? Ez pontosan így van, én ezt nem is akartam volna szóba hozni, de ez valóban így van, most már itt el kell férfiasan ismerni, hogy egy kiengesztelés is, mert azért a családon sok múlik a jó háttéren, mert azért mindenki talán otthon is elfoglaltságot, de azért ezek a feleségek, ezek már ezt megszokták, kedvesek, és különösebb probléma nem merül föl abból, ha valamelyikünk mégis vadászni akar menni. Elnök úrral megállapítottuk az iménti beszélgetés során, hogy ez a családi nap egy kicsit kiengesztelés is a családoknak, hiszen a vadászok sokat vannak távol az otthonaiktól, éjszaka, hajnalba, vagy amikor éppen a vadászkedv megjön. Milyen sorsa van egy vadász feleségnek, hogy éli ezt meg? Mi hogyan kell megélni, hogy ne legyen belőle családi háború? Hát ez az igazság, én már megszoktam. Néha hiányzik, de én már nagyon megszoktam. Már nem is tudom, 30 éve már vadász. Sokat van távol? Hát most már annyira nem, de nagyon sokat volt. Elkíséri a vadász feleség az urát egy-egy vadászatra? Én nem. És hogyan fogadja, amikor sárosan, véresen esetleg hazatér, ne adj Isten, még hoz magával egy vadállatot is, amit kompetenciába elhozhat a társaságtól. Milyen a fogadtatás otthon ilyenkor? Hát most mit mondják? Hát biztos nem mossa le a csizmáját, nem. Az nekem kell. Ennyi. Ruháját, mindent. De ez nem probléma? Nem. A családi programra kora reggeltől folyt a készülődés, főzés. Néhány vadászfeleség vállalta az ebédhez szükséges alapanyagok előkészítését, az asztalok megterítését, a vadászház udvarának csinosítását. A fakanál azonban ezúttal a férfiak kezében volt. S készítettek is halat, vadat, miófalat, s szemszájnak ingere, s mindezt természetesen saját lövésű vadból és saját fogású halból. Borbély Sándor, a vadásztársaság volt elnöke, egy hatalmas bogrács fölött őrködött reggel óta. Mint mondta, büszke a társaságra, nagyon jó csapatot sikerült kialakítaniuk az elmúlt évek alatt. Hosszú évek alatt egy nagyon jó csapatot sikerült összehozni. Persze ez nem csak az én érdemem, hanem a tagság érdeme is. Hát társaságunkban azt hiszem mindenki megelégedése vadászat. Nincsenek korlátok, nincsenek irigy emberek itt a társaságunkban, úgyhogy nagy egyetértésben és egymás tiszteletbe tartásával vadászunk. Most éppen mi készül a hatalmas bográcsban? Hát mivel különleges alkalom a mai nap, de különleges alkalomnak különleges étek készül. Ez vadmalacból készült étek, nem a hagyományos módon készült, a receptet egy erdélyi barátomtól tanultam, illetve hát őtől kaptam, de még ilyen nagy adagban nem próbáltam ki, csak ilyen kisebben, otthon mindenkinek ízlett. Hát majd elválik itt, hogy a nagy közönség hogyan értékeli. Mennyi hús került a bográcsba? Hát ebben most pillanatnyilag 25 kiló hús kerül, és akkor majd lesz még hozzátéve velő, humba, meg egyéb erdei fűszerek, úgyhogy egy különleges ízzel fogunk szolgálni itt a kedves vendégeinknek. A mindenféle hozzávaló mellett még mi a titka a jó pörköltnek? Hát a jó pörköltnek elsősorban a fiatal állat húsa, és hát a
fűszereknek a harmóniája. Azok nagyon lényegesek. Meg hogy milyenek a segédek, akik itten ezt segítik elkészíteni ezt a pörköltet. És a mai napon milyenek a segédek? Milyen a hangulat így a délelőtt folyamán? Most még a hangulat egy kicsit nagyon laza, mert hát még nem érkezett meg a pincérünk, aki itt a kínáló ember is egybe. A különleges pörkölt mellett a másik bográcsban ízletes halászlé készült. A főszakács persze itt is egy vadász volt, és a konkrét receptet persze ő sem árulta el. Ez titok tulajdonképpen. Úgyhogy, de elsősorban szívvel, lélekkel kell főzni, és nem kell sok minden bele, valójában csak a hal, a só, a paprika, a hagyma, meg a víz természetesen, és ez a lényege a jó halászlének. Honnan van a hal, és mennyi hal került most bele az üstbe? A hal, az környéki halastóba horgázták, itt a vadász kolléga az unokájával, és 15-20 kiló körülbelül ez a hal, ponty, tükörponty és nyurgaponty. Hány embernek lesz elegendő ez a mennyiség? Hát reméljük, hogy olyan 50-60 ember körül összejövünk, és elég is lesz biztos. Mire a kondérokban elkészült a finom ebéd, valamennyi vendég megérkezett. A vadászok párjukkal, gyermekeikkel, unokáikkal jöttek, és volt, aki édesanyját hozta el, hogy együtt emlékezzenek az elhunyt vadászra, férjre, édesapára, hiszen az idei családi nap különlegessége az volt, hogy ünnepélyes keretek között kopjafát avattak az egykori vadásztársak tiszteletére, és harangot szenteltek. A ceremónián a himnusz és a vadászhimnusz hangjait szav alatt követte, majd a társaság elnöke mondott ünnepi beszédet. A jó vadász az elejtett nagyvadnak mindenkor megadja a végtisztességet, és megemlékezik róla. A vad szájába utolsó falatot tesz, és töretett tűz a kalapja mellé, végül kült szóval tisztereg előtte. Barátainkról, vadásztársainkról másképp, de emberhez, vadászhoz méltó módon kell emlékeznünk. A hertelendi vadásztársaság régi vágya teljesül ma. Méltó emléket állítunk elhunyt vadásztársainknak. Kopjafát állítunk, melyre ránézve eszünkbe jutnak azok, akik már nem vadásznak velünk, de kiváló munkájuk eredményeként lerakták a hertelendi vadásztársaság alapjait. Azon férfiaknak állítjuk, akik igazi, szenvedélyes természetjáróként éltek, szerették a vadat és az erdőt. Elődeinknek, akiket név szerint ismerünk, s igazságtalan lenne megfeledkezni róluk, hiszen az ő örökségük az, ahol mi jelenlévő vadászok igazán élhetünk. Nem aranyérmes trófeákat gyűjtöttek ők, áldozatos munkájuknak a jelenlegi tagság látja hasznát, és nekünk kötelességünk megőrizni ezt az örökséget, ezt a területet, hogy ugyanígy vagy még jobb állapotban adjuk majd át utódainknak, hangsúlyozta az elnök. Hosszú története van a harangnak, melyet most felszántelünk. Hertelendi-Újhely lakosai az első harangjukat 1921-ben szenteltették fel itt, és ez a harang egészen a közelmúltig hűen tette a dolgát. Néhány éve átkerült a Magyargáncsi temető ravatalozójába, ahol hangjával elbúcsúztatta elhunyt szeretteinket. Nem maradhatott azonban sokáig a hozzáméltó helyen. Idén tavasszal becstelen emberek levágták köteléről és elvitték. Hertelendi-Újhely eközben csendes lett, nem zengett itt már a harangszó. Most azonban midőn elfogadtunk Zsédenyi Imre vadásztársunk felajánlását, köszönet érte, új harangot szentelhetünk. És ne feledjétek, szólni fog ez a harang értünk élőkért, az elhunyt vadásztársainkért, és amíg emberek felett álló hatalom közben nem avatkozik, óvni fog minket és szeretteinket a bajtól. Az ünnepi beszédet követően leleplezték a Hári Tibor vadásztárs által készített kopjafát, melyet a település lelkészei megáldottak, majd elhelyezték az emlékezés koszorúját.
A ceremónia a haranglábnál folytatódott, melyet ugyancsak ökumenikus szertartás keretében szenteltek fel. Az ünnepség után kötetlen hangulatban folytatódott a rendezvény. A gyerekeket a tágas udvar nyújtotta játék lehetőségek várták, a felnőttek pedig vidám beszélgetéssel töltötték az időt. A családi napon részt vett Magyar Gencs polgármestere is, aki a közelmúltban lett tagja a társaságnak. Itt találtam meg azt a közösséget, ahol ki tudom magamat kapcsolni a mindennapokba, és hát a természet meg nagyon szeretem, úgyhogy ez az, ami most kitölti a szabadidőm jelentős részét. Én sokfele megfordultam, nem csak vadász berkekben, de ott is. Hát ritkaság számba megy az ilyen összetartó társaság. Azt gondolom, hogy példaértékűnek ajánlhatom mindenkinek. Itt nincs veszekedés, nincs irigység. Saját magam tapasztaltam, hogy jobban örültek egy társ által lőtt szép fácán kakasnak, mint amit hogy saját maga lőtte volna a vadász. Úgyhogy én itten azt gondolom, hogy ez egy ideális társaság. Hogy érzi magát itt ezen a családi napon? Elhozta a családját? Igen, itt van a feleségem, két gyerekem. Most már harmadik alkalommal rendezik, mindig nagyon jól érezzük magunkat. A családi napra készített különleges ételek mindenkinek elnyerték a tetszését, és ezt kora este még tárcsán sült húsokkal toldották meg. A programot pedig zenés műsor, tánc és tombola tette teljessé a gencsi és hőgyészi vadászok és családjaik számára. Kedves nézőink, a következő összeállításokban az egy hónappal ezelőtt zajlott pápai játékfesztivál néhány eseményére tekintünk vissza. Igényes fúvós muzsika és lendületes mazsorett produkció szórakoztatta a játékfesztivál közönségét az utolsó napon. Pápaváros fúvós zenekara és a sárvári mazsorett együttes lépett színpadra a Várkert árnyat adó fái alatt. Nagyon büszkék vagyunk, most ünnepeltük fennállásunk 20. évfordulóját, és természetesen a pápai zenekar is jött utána a fesztiválra hozzánk. Valójában 5 korosztály dolgozik most már az együttesben, annak idején 8 kislányjal alapítottam meg akkor még csoportot. Hát büszkeségünk, hogy nagyon sok kiemelt aranyunk, jó minősítéseink vannak. A Magyar Fúvószene és Mazsorett Szövetség minősítésében soha mindig kiemelt arany minősítést kaptunk, illetve 2011-ben elnyertük a szövetség nívódíját. Tehát nem csak jó magam vagyok művészeti vezetőként, nívódíjas most már az együttesünk is az. Ahhoz, hogy valaki jó mazsorettes legyen, mindenek előtt jó ritmus érzékkel, de fontos a csapatmunka is, és nem utolsó sorban kitartónak kell lenni a kemény edzéseken, mondta a sárvári csoport nívódíjas vezetője, aki mindig maga készíti a koreográfiát. Gyakorlatilag az a plusz, hogy minden művészeti vezetőnek van egyéni stílusa. Alapvetően én a klasszikus mazsorett stílust követem, mindig fúvószenére dolgozunk, általában csak bemelegítésekkor kalandozunk el egyéb tánczene és aerobik terén már zenei stílusokra. Kéziszertechnika dominál nagyon, igaz, nagyon sokat táncolunk is. Mindig egyediek a koreográfiák, amit jó magam készít.
dolgozunk, szerencsére nyáron majdnem minden hétvégén van szereplésünk, és akkor augusztusban lesz egy kis kéthetes nyaralás mindenkinek, és akkor kezdünk utána egy ilyen kis bentlakásos négy napos táborozással. Külföldi út idén? Idén nem terveztük, mert úgy néz ki, hogy idén már meg lesz a próbahelységünk, és annak a berendezésére szántuk a anyagi eszközeinket, de jövőre már szerencsére van egy meghívásunk, amit elfogadtunk, úgyhogy bízunk benne, májusban Olaszországba tudunk utazni. Bővül a pápai fúvós zenekar repertoárja. Az új darabokat mindig a tagok ajánlják a karnagy figyelmébe. Kérnek állandóan, tehát mindig bombáznak tulajdonképpen, hogy miket szeretnének játszani, de ez a jó, mert ők azért jóval fiatalabbak, vagy hát vannak köztük jóval fiatalabbak is mindig, és hallhatok minden zenét. Általában elmondják, hogy mi tetszik, hát ugye nagyon sok zenét hallgatunk, és amit át tudunk ültetni fúvózenekarra, azzal megpróbálkozunk. Nem minden sikerült, tehát nem minden szól jól fúvózenekaron, de van, ami aztán egész jól megszólal. A Játékfesztivál számos zenei programot és koncertet tartogatott a látogatóknak. A háromtagú Magic Cats zenekar az 50-es évek Amerikáját varázsolta a fesztivál sátor színpadára. Jó hangulatú rockabilly partit hozott össze a Magic Cats koncertje a Játékfesztivál egyik esti programján. A 2011-es év legjobb felsőoktatási zenekara címet is elnyert formáció nemrég csupán 2008-ban alakult, de kinőve a helyi klubokat, pubokat, már felléptek az EFOT-on és játszottak külföldön is. Elvis Presley vagy Johnny Cash nevével fémjelzett zenei stílus virágkorát éli. A fiúk ezt a hullámot szeretnék meglovagolni, úgy tűnik sikerrel. A rockabilly trió már egy demo lemezt is magáénak tudhat, mely a Wide 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 címet viseli. Szili Balázs énekes és gitáros, Németh Zoltán nagybőgős és Hoffmann Gergő dobos számára nagy előrelépést jelent, hogy egy koncertet saját dalokkal tudnak megtölteni, s most így turnéznak lassan fél éve. A pápai fellépés alkalmával is azt szerették volna megmutatni, mennyit fejlődtek az utóbbi időben, és hogy még mindig milyen jó bulit tudnak csinálni. Is in the dead of
A trió szerint zenéjük üzenete nem más, éj szabadon, kötöttségek és korlátok nélkül. A rajongók nem is érezték akadályát annak, hogy rögtön a koncert elején felpattanjanak és őrületes bulizásba kezdjenek. Pörgött a szoknya, vadul mozogtak a lábak, hamisítatlan rockabilly hangulat uralta a fesztivál sátort a Magic Cats koncertjén. Az olvasás szórakoztat, de a könyvekből sok mindent tanulhatunk is. Mai könyvjelzőnkben ismét három új kiadványt ajánlunk figyelmükbe. Itt a könyvjelző, benne három új kiadvány. La Fontaine népszerű fabulái, amelyeket a 17. század közepén írt, ugyanolyan örökérvényűek, mint az emberi gyarlóság és butaság, amit állatain és egyéb ismert főhősein keresztül éleszeműen illusztrál. A költemények ugyanakkor nem csak tartalmuk, de stílusuk révén is kiemelkedők. La Fontaine fabuláit leleményes tömörségük és eleganciájuk okán szintiszta élvezet olvasni. Ebben a gyönyörű kötetben megtalálhatók a legismertebb mesék, olyanok, mint a tücsök meg a hangya, a nyúl meg a teknős, a holló meg a róka, és számos egyéb írás, amelyek mind jeles példái a La Fontaine-re oly jellemző józan bölcsességnek és marógúnynak. A legszebb La Fontaine mesék című könyvet rendkívül szép illusztrációk díszítik. A kötetet nem csak gyerekeknek, hanem felnőtteknek is ajánljuk. A könyvet az Alexandra könyvkiadó gondozta. Csória Boldizsár mindössze 12 éves, amikor szülei falujukból udvarhelyre viszik, hogy a katolikus gimnáziumba irassák. A megszeppent, magára maradt, mégis büszke gyerek már másnap összeakaszkodik diáktársaival, és megszökik. Ekkor akad rá a vele egykorú Ferkére, aki mestere elől bújdosott el. A két sorstárs örök barátságot fogad. Tamási Áron hőse, mintha régi ismerősünk lenne, vajon ő is a magyar gyermekirodalom jellegzetes fiú alakja? Ábelnek csak távoli rokona ő, Nemecsekhez, Nyilas Misihez, a kincskereső kisködmön Gergőjéhez sem fűzik szoros szálak, mert Boldizsár bátor, nyakas, már-már lázadó gyerek. Mégis az a közös bennük, hogy mindannyian első önálló lépéseiket teszik egy felnőtt világban, szülők, felnőttek védelme nélkül. A szívbéli barátok igazi különlegesség, amelyben Tamási Áron első regényét, a Szűz Máriás királyfit dolgozta át ifjúsági regényé. 1946-os első kiadása óta most mindössze másodszorra lát napvilágot a könyv. A gyerekeknek szóló könyvet Pekári István szép grafikái díszítik. A kötetet a Móra könyvkiadó gondozta. Hancár János Operencia című könyve a magyarok honfoglalást lezáró Pozsony mellett megvívott csatáját tárgyalja. A kötet szerzője azt írja, kiválóan alkalmas ez a kötet arra, hogy megismerjük belőle a magyar történelem eme méltatlanul keveset emlegetett fejezetét. A pozsonyi diadal ugyanis nem legenda. A könyv segít feltárni a részleteit annak a csatának, amelynek eredményeként végleg eldőlt, hogy lesz hazánk. Ezt a gondolatot szolgálja ez a filmre kívánkozó, forgatókönyvszerűen megírt történet is. Továbbá példát mutat a kor embere számára arra, hogy nincs lehetetlen helyzet, nincs kilátástalan jövő, dolgozni kell érte, hol fegyverrel,
alakul szellemmel, s hazánk sorsát jobbra fordíthatjuk, olvashatjuk a könyv ajánlójában. Hancár János könyvét nem csak a történelem iránt érdeklődőknek ajánljuk. A kötetet a Stúdium Plusz könyvkiadó gondozta. Műsorunkat az Anna könyvesbolt támogatta.